Szeretettel üdvözlök mindenkit, én Hornyáköví Franciska vagyok, és kettő könyvet hoztam bemutatásra. Az egyik Francisco Hagenbecknek a Frida füves könyve, a második pedig Dobos Károly Dániel, Jézus alakja a Koránban, bevezetés a muszlim-keresztény párbeszédbe című alkotás. Mind a kettő nagyon izgalmas, és mind a kettő nagyon közel áll a szívemhez, de igazából amivel kezdeném, az a Frida könyv, mert úgy gondolom, hogy őt talán mindenki ismeri. Ugye 2018-ban volt egy nagyszabású kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, ahol megismerkedhettünk Fridának a művészetével, és hát nagyon-nagyon nagy érdeklődést övezte a kiállítás, szinte minden nap sorok álltak, úgyhogy ezért gondoltam, hogy talán aktuális és izgalmas lehet ez a könyv a bemutatásra. Ugye Frida Kahlo élete, ha nagyon röviden fogalmaznám meg, akkor azt mondhatom, hogy hát izgalmakkal teli. Egyáltalán nem volt unalmas, viszont nagyon-nagyon fájdalmas volt. Mégsem úgy érezzük, mintha egy fájdalom történetet, egy szomorúság történetet olvasnánk, egy szenvedés történetet a könyv kapcsán, hanem inkább a művésznőnek az életben maradása, az élethez való ragaszkodása az, ami megmutatkozik. És emiatt igazából egy nagyon csodálatos könyv. Az ő elmondása, vagy főmondása az volt, hogy merj élni, meghalni, bárki tud, ami a legjobban mutatja igazából az ideológiáját és az élethez való hozzáállását, hiszen tényleg az élni akarásról, az élet szeretetéről szól maga a könyv, és hát igazából Fridának a története is. Az ő élete, mint mondtam, nagyon sok izgalommal volt teljes, nagyon kalandos volt, nagyon kalandos utazásai voltak, viszont volt nagyon-nagyon sok probléma is az életében. Ugye a gyermekkori betegségei, utána pedig a buszbaleset okozta fájdalmak és sérülések, majd végül Diego Rivera-val, a híres festőművésszel történt házassága, mind megpecsételte tulajdonképpen a sorsát, és ezek a fájdalmak mind megmutatkoztak a művészetében, a festészetében is. Ahogy ő fogalmazott, két súlyos balesetet szenvedtem az életemben, az egyik a busz, amely összetörte a testem, a másik pedig Diego. Ehhez igazából nem nagyon kell semmit hozzáfűznem, mert a legjobban tükrözi Fridának az életét, és tulajdonképpen a sevelet se nélkület házasságát, majd elválását, majd újra házasodását, tulajdonképpen a kapcsolatát a férjével. Az ő könyve azért is izgalmas számomra, és nem csak nekem, hanem szerintem igazából mindenkinek, mert nem csak a korabeli Mexikóval ismerkedhetünk meg, hanem tulajdonképpen a prekolumbián korszakkal is, azaz tulajdonképpen a kereszténység előtti Mexikónak a máig élő hagyományaival. A különböző fejezeteket receptek választják el egymástól, ami Fridának a receptjei voltak, és amiket minden évben halottak napján megfőzött a halottak számára, hiszen ez egyfajta áldozat volt, amit be kellett mutatniuk minden évben. Frida igazából azért maradhatott életben a saját elmondása szerint, mert egyességet kötött a halállal, a halál istennőjével, és emiatt életben maradhatott ugyan, viszont folyamatos fájdalmak, folyamatos szenvedés követte az ő életét. Az évi áldozati rituálé, ez a bemutatás, amit ő megcsinált, az igazából ezt a fajta életben maradást köszöni meg, tehát egyfajta viszonzás az isteneknek, az istennőnek az életéért. A művésznő így fejezte ki tulajdonképpen a köszönetét azért, hogy életben maradhatott. És ezek a receptek nem csak sima receptek, hanem egyfajta kulturális, hagyományos bemutatása is a jelenkor Mexikójának, illetve a régi Mexikónak egyaránt, hiszen ma Mexikó hivatalosan 98%-ban egy római katolikus ország, tehát egy keresztény ország, viszont olyan szintű keveredés van a kulturális sokszínűség tekintetében, különböző hagyományok, vallási szimbólumok továbbélésében, amik még a kereszténység előtti, tehát a kereszténykor előtti prekolumbián, jelen esetben ugye azték kultúrának a továbbélését mutatja. Akár a halálhoz való hozzáállásuk, akár az, hogy hogyan gondolták el az életüket, ez mind-mind inkább az ősi hiedelemvilág, illetve a keresztény kultúrának a keveredése. Ezért gondoltam fontosnak ezt a könyvet, és ezért gondolom annak azért, hogy érdekes lehet ezt bemutatni és ezt olvasni, mert igazából a jelenkor Mexikója mellett a régi Mexikó történelmével, kultúrájával és művészetével egyaránt találkozhatunk. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt tehát Frida füves könyve, és a következő alkalommal egy kicsivel más témakörben folytatjuk, Dobos Károly Dániel, Jézus alakja a Koránban című alkotását fogjuk megmutatni.